könnyen jöttél, könnyen mentél, Angelina, megmérgeztél. Könnyen jöttél, könnyen mentél, Angelina, megmérgeztél. Forró nyár volt, a szívem nyitva, és már megrészegített az éj. Lent az utcán tartott az ünnep, és te egyszer csak hozzám léptél. Nem mondtál semmit, nem kértem semmit. Ó, csak táncoltunk órákon át. S eljött a hajnal egy csöndes dallal, és te eltűntél mellő. Könnyen mentél, Angelina, megmérgeztél. Úgy indult a dolog, hogy annak idején játszottam a D4 és a Frakció nevű zenekarban, aztán utána Lajos visszament a Bikinibe, illetve hát elhalványodott ez a produkció, és én elkezdtem gondolkodni, hogy mi a túrót tudok magammal kezdeni, és jött egy olyan ötlet, hogy nagyon szívesen kimennék hajóra zenélni. És hát sikerült a dolog, és kijutottam a Karib-tengerre, ami merőben megváltoztatta az életemet, mert addig én igazából rockzenét hallgattam, és ugye a latin zenéről nem nagyon tudtam semmit szinte, de egyébként azt hiszem, hogy itthon senki sem tudott róla semmit. És hát úgy adódott, hogy kétszer voltam kint. Az első fél évben nem történt semmi, eljutottam olyan helyekre, ahol egyébként életemben nem jutottam volna, például Jamaikába, ahol megszerettem a reggit. És mikor a második körbe kimentem, akkor az egyik kikötőt, mert ugyanaz a hajós társasághoz mentünk vissza, vagyis hát az útvonalat, a hajó útvonalát módosították, és San Martin helyett Puerto Ricóba ment a hajó. Én akkor nagyon nem örültem. Ugyanis akkor még néztem tévét, és azt gondoltam a Puerto Ricóiakról, hogy azért ilyen késes zsebtolvajok, meg ilyen nem tudom micsoda. Tehát az amerikai filmekben mindig ők a bűnözők. Úgyhogy én nagyon-nagyon sajnáltam, hogy nem megyünk San Martinba. Viszont nagyon furcsa dolog történt velem, mert amikor megállt a hajó, ez január 6-án történt, amikor ott három királyok napja van, ami gyakorlatilag a karácsonynak a megfelelője, akkor én úgy éreztem, hogy hazajöttem. Nagyon furcsa érzés volt, és ha kiszálltam a partra, akkor hallottam én először igazából merengét. És én úgy elkerekedett szemmel néztem, hogy hát ez heavy metal, csak szaxofonokkal játsszák. Tehát ebben ugyanaz az energia, meg erő, minden benne van, mint a rockzenében, amit én addig nagyon-nagyon szerettem. Illetve még az is történt, hogy akkor voltam 20, nem is tudom, mindig bajban vagyok az évek, 27 voltam, vagy mennyi. És hát a portorikai fiúk nem úgy néznek ki, mint a Ricky Martin. Abszolút nem úgy néznek ki, úgyhogy én ugye majdnem 2 méteres magasságommal, meg a 2 szememben nagyon, nagyon kirittem a tömegből, és hát ott ilyen gyönyörű lányok voltak, és azok ott engem néztek. Szóval ilyen el sem akarok menni, volt egy ilyen érzésem, de a legfontosabb az a zene volt, ami ott engem nagyon-nagyon megütött, és ott első nap én meg is ismerkedtem egy lányjal, aztán abból később majdnem házasság is lett, és úgy jöttem haza, akkor 3 hónapot töltöttem kint a hajón, hogy a hajó elindult Alaszkába. Akkor én tudtam, hogy én ezt a lányt el fogom veszíteni, hogyha kimegyek Alaszkába, mert hát hogy nagy a távolság, meg úgy hát meseszerű volt az egész, és úgy döntöttem, hogy ott hagyom a hajót. Talán egy hetet töltöttem itthon, és abból a pénzből, amit a hajón kerestem, vettem egy repülőjét, és visszamentem Puerto Ricóba ehhez a lányhoz. És akkor hihetetlen nagy szerencsével a tengerparttól egy ilyen, hát nem tudom, egy ilyen 100 méternyire, vagy nem tudom én, hol tudtam bérelni egy apartmant. $150 volt egy hónapban, hihetetlen olcsó volt.
És hát tulajdonképpen kerestem a lehetőséget, hogy hogy tudnék én ott maradni, engem annyira megigézett ez a hely. Aztán az lett a vége, hogy palackozott vizet kezdtem el árulni az út szélén, ami egyébként ott egy nagyon jó pofa kis meló volt. Teszem hozzá olyan, hogy a portorikóiaknak az ciki lett volna, azt a dominikaiak csinálták. És ennek az volt a lényege, hogy egy ilyen nagy kertbe, tudom, azt hiszem 55 centért vettem egy kis üveges vizet, benzinkúton vettem egy rakás jéget, beraktam egy dobozba, és a piros lámpánál én ezt $1-ért árultam. Mindahogy egyébként mindenki más, aki ezt csinálta, és hát tőlem nagyon sokat vettek, mert ugye, ahogy mondtam, még a portorikóiaknak is ciki volt oda kiállni az útszélére, hát még egy ránézésre amerikainak. Ez mi? Mi az, hogy az ott áll egy amerikai, mert ugye aki fehér, meg ilyen magas, azon onnan nézve az elsősorban amerikainak tűnik. Úgyhogy én ott nagyon jól elvegetáltam, élveztem a napfényt, lebarnultam, néztem, hogy itt fehér a tenyerem, ott meg már barna, már olyan, mint az ottaniaknak. Szóval a lényeg az, hogy én ott nagyon-nagyon jól éreztem magam, és tulajdonképpen az volt az elsődleges célom, és mondtam is az akkori barátnőmnek, hogy mondom, én hazamegyek és megpróbálok csinálni egy ilyen zenekart, aztán még a végén lehet, hogy el is tudlak belőle tartani. Aki elmegy, ugye hazatér, egyszer újra hazaér, és minden újra úgy lesz, mint a legelején. Mondd, aki elmegy, ugye hazatér, egyszer újra hazaér, és minden újra úgy lesz, mint a legelején. Knapik Tomit Molnár Gyurin omegás gitároson keresztül ismertem meg, egy társaságban voltak, én amikor hazajöttem Amerikából, akkor hát mivel egy régi jó barátom, összefutottam a Tomival, és egy nagyon tehetséges és nagyon aranyos srác volt. Oly annyira, hogy az édesanyjáék egy idő után azt mondták, hogy olyan, mintha én lennék az apja. Úgyhogy így jött a történet, és ugye a Tomi sok mindent próbált életébe, és egyszer csak előkerült hozzám. Szó szerint azt mondta, hogy te András, most azt nem tudom, hogy kenyeret vegyek, vagy villamosjegyet. Mondom, Tomi, ilyen nagy a baj? Hát, ez a helyzet. Ma a rockzene is egyáltalán. És akkor elkezdtünk agyalni azon, elsősorban ő, elkezdtünk agyalni azon, hogy hát mit lehetne csinálni. És mivel ő Puerto Ricóban volt egy csaja, és sokat volt Puerto Ricóban, ahol ellentétben sok mindennel, például vizet árult a utcakereszteződésekbe. Tehát ilyen egyszerű módon élt, de nagyon megszerette és megtudta azt a zenét, hazajött, és ő azt mondta, hogy ezt szeretné csinálni. Nekem, én szeretem ezt a zenét, de azért úgy távoli volt, hogy mi a különbség a szalsza meg a merengue között. Így kezdtünk el dolgozni. És akkor odaadott egy jó pár, hát félkész dalt, csak dudolás volt rajta, vagy gitár, hogy kellene egy énekes. Hát, gondoltam én mindenkire, meg ő is, majd egyszer csak hozta az énekest, és úgy azt hittem, hogy hanyattesek, hát ez a Junkies együttesnek az énekese volt, a Csordás Tibi. Mondom, te gyereke, ezt komolyan gondolt? Ő komolyan. És hát a Tibi is egy tündér, tehát a Tibi is egy aranyos fiú, és hát mondom, gyere, hát próbáljuk meg. Na, valahogy így indult el az egész történet, és készültek az első dalok. Az András úgy jött az életembe, hogy azt hiszem hatodikos vagy hetedikes voltam, amikor kaptam egy kazettát az egyik osztálytársamtól, a Rolls frakció volt rajta, meg a Sikátor együttes, meg még valami. És én abban a zenében, meg abban a szövegvilágban nagyon beleszerettem, nagyon nagy Rolls rajongó lettem, még problémám is volt az iskolába belőle, mert még az osztályfőnököm el is látogatott hozzánk, mondván, hogy biztos, hogy nem tudom, hogy mi az a punk, mert hogy vettem, vagy nem, kaptam képzeld el ételfestéket, mert hát akkor hogy majd avval befestem a hajamat, de nem csak a hajamat festettem be, hanem a tojásrántot, tehát kék ételfestékkel, akkor az zöldet, nagyon nagyokat hánytam aznap. Szóval a lényeg az, hogy mindent befestettem az ételfestékkel, de nem is ez a lényeg. Nagyon beleszerettem a Rolls-ba, aztán akkor még biztos emlékszel rá, régebben volt az ecseri piac, ott lehetett ilyen bőrcsekiket kapni, ott vettem életem első Judas Priest kazettáját, mert ugye, ahogy mondtam, a rockzene az nagyon fontos volt az életemben, és egyszer csak láttam, ott vonult a Rolls frakció. Hát olyan nagyon keménynek tűntek, hogy bőrökben voltak, mindenkinek égnek állt a haja, és hát gyakorlatilag
ugye azt úgy tudtam, hogy ennek az egész rossz dolognak tulajdonképpen nem a motorja, csak hanem a szülő, atya, meg minden a Trunkos András. És hát én azt gondolom, hogy olyan tényleg hetedikes lehettem azóta máig mondhatom, hogy az András példaképe. Mondjuk nem fogom tudni megközelíteni, mert nekem fel annyi eszem nincs, mint amennyi neki van. De egyébként még az Andrásról hozzáteszem, hogy ja, akkor én őket láttam, és hú, a Trunkos, meg mit tudom, én ilyen nagyon nagy rajongó lettem. És valahogy úgy alakult, hogy egy ilyen közös ismeretségi körbe keveredtünk. Aztán az András még a Molnár Gyurinak a születésnapján, az nekem ugye nagyon nagy dolog volt, az Omega gitáros Molnár Gyurinek a születésnapján, ahova én úgy egy barátom által elkeveredtem, és úgy néztem ki a fejemből, ott nagyon sok ilyen, hogy úgy milyen nagy ember volt, és az Andrással akkor elkezdtünk beszélgetni. És akkor ő felvetette azt, hogy nem volna kedvem gitározni az Omegába Molnár Gyuri mellett. Hát, hogy a túróban lehet volna. El is kezdtünk próbálni, egy darabig próbáltunk, aztán végül is úgy alakult, hogy a Szekeres Tamás került oda, aki egyébként sokkal jobb erre a pozícióra, mint mondjuk érettem volna, akkor az András is kikerült egy picit ott az Omega köréből, meg én is, és abban az időszakban oszlott fel a bikini, és akkor viszont az András elhívott oda a Lajos mellé gitározni. Itt eltöltöttem 3 évet, aztán, mint ahogy mondtam, ugye a bikini újjáalakult, akkor jött nekem ez a vendéglátózás dolog, illetve az, hogy el kellene kezdeni valami olyasmit csinálni, ami hogy úgy mondjam, nem egy szakmunka, hanem inkább valamit kitalálni, ami hozzám kötődik, vagy amit igazából szeretnék. Mond, aki elmegy, ugye hazatér, egyszer újra hazaér. És minden újra úgy lesz, mint a legelején. Mond, aki elmegy, ugye hazatér, egyszer újra hazaér. És minden újra úgy lesz, mint a legelején. Ebben az országban valójában menedzserek évekig nem voltak. A menedzser szakma az, ahol valakik, akár egy ügyvédi irodával együtt, egy együttest, egy szólistát képviselnek üzletileg, jogilag és minden egyéb módon. Ezért az együttes vagy énekes, maradjunk itt a Fiesta-nál, fellépődíjából, jogdíjaiból bizonyos összeget kérnek. Ez a világban a menedzsment. Ez olyannyira komoly dolog, hogy például a Rolling Stones-nak a 60-as évekbeli nagy slágeré a mai napig nem az övék, hanem egy New York-i ügyvédi irodái, úgy, ahogy van Tokkal Vonóval. Na most, ha ez a menedzser, akkor én nem. Én soha nem fogadtam el pénzt zenésztől, én azt azért nem csinálom, hogy akkor van egy fellépő gázsia, és akkor 20 000 forintot adjon nekem. Nem vagyok rászorulva, nem is tettem ilyet soha, nekem az a pénz égetni a kezem. Soha nem tettem ilyet, nem azért, mert egy hős vagyok, hanem mert megtehetem. Ma már adódnak ilyen menedzserek, és le a kalappal, hát ebből élnek. Bocsánat, én nem ebből éltem. Tehát ebből élnek, és akkor nekik ez jár. De ez egy örökös probléma, és egyébként a zenekari válások, szétesések két okból történnek. Egyrészt a tehetséges embert önmagától a legnehezebb megvédeni. Másrészt pedig nincs igazán ilyen profi menedzsment, mert ha ott jogászok összeraknák a történetet, akkor azért nehezebben ugrálnának a fiatalok. Tehát én nem. Tehát én ilyen barátilag csináltam, így volt. Nem volt egyszerű az elején, mert nem volt minta. Tehát ugyan volt Ricky Martin a rádióban, meg fene tudja, de egyébként a Ricky Martint ismerjük, de nem ő azért ebből a műfajból a legjobb, vagy a legtutibb. És hát ebből olyan problémák voltak egyébként később, mikor mondjuk ilyen lemezszerződés után kellett nézni, meg ilyenekkel, hogy tényleg egyszerűen nem volt minta, tehát hogyha csináltam volna egy fiúzenekart mondjuk, akkor azt mondták volna, hogy hú, itt a Shy Guys, itt a Biző Boys, itt a Rakoncaiék, hát akkor lesz még egy ilyen. De mivel, hogy ilyen nem volt, én emlékszem arra, hogy egy neves rádiósnak még elküldtem annak idején az első lemezünket, lemezanyagunkat tartalmazó dalokat, és ő nekem azt mondta, hogy hát, ez spanyolul oké, még angolul is elmegy, de valljuk be, hogy ez magyarul gagyi. Aztán utána
hát a kiadóknál is ütköztünk bele ilyenekbe, mert hogy ez most micsoda, inkább csináljunk olyat, mint a Chris Rudy, meg ilyeneket mondtak. És hát végül is azt hiszem, hogy először nem is lemezekről, meg nem is rádióból, hanem a tévéből ismert meg minket az ország. Belekerültünk egy nagyon népszerű televíziós műsorba, és egy hét alatt jöttek a bulik, jöttek a fellépések, és akkor kiderült, hogy ez a dolog működik, és azt a lemezanyagot, amire nekem azt mondták, hogy valljuk be, hogy ez azért nem sokat ér, azt annak idején olyan példányszámba sikerült eladni, hogy ez egy dupla platina lemez lett. Úgyhogy hát így indult a dolog, hirtelen, mindegy lottó nyeremény. Csak meddig még, hogyha távol vagy, akkor minden más. Hogy most is lássam az égszínkék tenger színét, hozzád sem értem, én mégis láttam azt, hogy a lelked egy felhőtlen ég. Az Andrásnak, mikor először megmutattam az elképzeléseimet, vagyis hogy pontosabban fogalmazzak, bevittem hozzá a Tibit, hát ő nem hitt benne. Azt mondta, hogy vegyük akkor viccesre, legyen latin Pinocchio. Aztán elmondtam, hogy de jó lesz ez, jó lesz ez, jó lesz ez. Hát, hogy igazából a produkció egészét nézve nem tudom, hogy magában a zenében hitte, de azt tudom, hogy a Tibiben kételkedett az elején. Aztán valahogy engem igazolt az idő. Az ember beleszól, tehát egy kicsit is idősebb náluk, ők meg a fiaim lehetnek, de csak egy csipetnyit szól bele annyira, amennyire akár ma is az Omegánál szólok, hogy gyerekek, én mint közönség ezt így látom. Ugyanígy szóltam bele, tehát annyit mondtam, hogy jó pofa ez a zene, sőt, nagyon jó ez a zene, azért kellene ezt erőltetni, mert abban az időben, emlékszel rá, nagyon sok ilyen szappanopera volt, ilyen dél-amerikai szappanopera. Mondom, hát most ott van terül-terül asztalkám, zene, pont. Hogy itt C-dur, G-dur, abban nem kellett beleszólni, mert mind a kettő kitűnő zenész, ennek a hangulatába kellett kvázi beleszólni, de nem, ez ilyen baráti. Tehát Tom, mit szólsz ahhoz? Tibi, mit szólsz ahhoz? Szöveg. Mit szólsz? Hú, amor latino. Jó, mehet. Úgyhogy nem, nagyon két tehetséges ember volt. Tehát azért az úgy látszott, hogy ebből lesz valami. Amiben külalak. Hát ugye nagy volt a különbség kettőjük között, másrészt a Tibi ki volt varva, de rettenetesen. Hát mondom, ezt én most nem tudom, hogy fogja a közönség fogadni, de aztán kitalálták, hogy a Tibi elég hosszú ideig hosszú trikóba, és úgy lépett fel, hogy ez a rengeteg varat ne látszon. Hát azért egy 10 akárhány éve volt, akkor még ennyire nem volt elfogadott a tetoválás. Tehát sem kell néznem, hogy most is lássam az égszínkék tenger színét. Hozzád sem értem, én mégis érzem azt, hogy a lelked a legkékebb ég. A
fiatal zenekarokkal az az alapvető probléma, hogy csak akkor fut be, ha tehetséges. Ezek rossz megközelítések, amikor arról beszélnek, hogy bunda, meg bezzeg őket nyom, de nem lehet nyomni. Ha valaki nem tehetséges, reklámozhatod, ahogy akarod. Ez olyan, mint a rossz kaja. A rossz kaját lehet egy darab, szóval nem. Nem maradtak volna együtt. Tehát kemény menedzsment munkával sem. Azért nem tudnak együtt maradni, és ezért nehéz Magyarországon menedzsernek lenni, mert kicsi a piac. Tehát egy amerikai vagy egy világpiacon tudsz olyan szankciókat hozni, hogy a következő 1 millió dollárt nem keresed meg. Magyarországon nem tudsz ilyen szankciót hozni, mert nincs benne ennyi pénz. Ha meg két ember már nem tud együttműködni, és akkor egy másik, úgy gondolom, nem titok, de én így gondolom, egy titkot elmondok, a legnagyobb probléma a környezet. Tehát ahogy befut egy zenekar, a környezete azonnal tanácsokat ad a fiatal művészeknek, barátnők, feleségek, barátok feleségei, és elkezdenek szétmenni. Ugyanis a dolog arról szól, hogy ki szellenti a nagyobbat. Miattam van-e a zenekar, vagy miattad van a zenekar, ha én nem lennék, ha te nem lennél, ettől szétmennek. És ezt se tudod kivédeni. Hangsúlyozom azért, mert nincs mögötte Magyarországon kellő mennyiségű pénz. Az, amikor kezd az ember, akkor minden forintnak örül. Én emlékszem rá, amikor Hortobágyon ültem valami, nem tudom mit kerestem ott, valami turista csoporttal, és a Tomi felhívott, hogy te András, képzeld el, 8 millió forint a jogdíja, most mit csináljak vele? Mondom, várj meg, amíg visszaérek Pestre, mert féltem, hogy mi a vesz belőle valami piros autót, vett. De hát ez természetes, hát azért egy befutás egy kicsit olyan, mint a lottóötös. Na most attól se tudod megvédeni, elmagyarázhatod, hogy ne úgy kezdődjön, nem tudod, mondtam neked, a tehetséges ember azért tehetséges, mert érzékeny, egy kicsit másfajta, mint az átlag, hát ettől nehezen tudod kezelni őket. Mikor nekem sok pénzem volt, akkor is ugyanúgy éltem az életemet, bár hozzá kell tegyem, biztos sokkal nagyképűbben. Tehát én inkább azt mondanám, hogy soha nem érdekelt a pénz, ha volt, akkor azért nem érdekelt, ha meg nem volt, akkor meg nincs mind idegeskedni, tehát akkor meg azért nem érdekelt. De ahogy az Andrással megismerkedtem, és bekerültem a Lajos zenekarába, én azt gondolom, hogy akkor a saját mértékemmel mérve én elég jól kezdtem keresni, nagyon sok buli volt, úgyhogy ami pénzt én kerestem, azt az Andrásnak köszönhetem, úgyhogy nem igazán azért hívtam föl, hogy vegyen nekem buszjegyet. Mondom, az András nekem gyakorlatilag, mint az apám lett volna mindig. Hold alatt jártam Angelinával. Egy kis kocsmában találkoztunk, táncoltunk végig, míg a nap felkelt. Az étő csókokkal búcsúztunk, akkor úgy éreztem, ez már nem múlhat, ebben nem lángolt a tisztító tűz. Hozzám bújva, az súgta, aztán anyjának, de éreztem többé, már nem tart. Karomban. Én még vártam egy percet, csak néztem, ahogy elmegy, és a nyári zápor lassan elmossa a lépteit. Tomi féktelenül tehetséges. Az igaz, hogy a dalok nagy részét ő írta. Az igaz, hogy a szöveg koncepciót is mondta, de azért tudod, hagyd mondjak egy példát, kicsit majd akkor hagyd legyek önző, szerintelen. Ha a Bikini együttes nem játssza az Adj helyet magad mellett című nótámat, akkor soha nem ekkora sláger, mint amekkora. Ha a Tibi nem énekli el ezeket a nótákat, akkor nem való, vagy más énekli el, nem biztos, hogy ekkora sláger. Ezt soha nem szabad különvenni. Az Omega együttest 55 évig, ma már nem így van, de 50 évig azt tartotta egybe, hogy minden közös volt. Tehát Omega és egy szövegíró, Omega és egy szövegíró. És akkor így nem volt vita, a Republik ugyanígy működött. És ezek azért nagyon fontos dolgok, mert ez összetartja a zenekar. Tehát az, hogy bár én nagyon Knopik Tomi párti vagyok, de azt így kijelenteni, hogy a Knopik Tomi, nem, az a Tibi, meg a Tomi. Hogy ma hol tartanak, azt nem tudom, de mondok egy példát. Puerto Rico-ban voltunk, mert ez, ha szabad ilyeneket mondanom, szabad gondolom, hát annyira ment a zenekar, annyira jól ment, hogy hát kitaláltuk, hogy hát akkor ott csináljuk a zenét, ahonnan ez eredeti. És akkor kimentünk Puerto Rico-ba, és ott életemben én először Grammy-díj a zenészek, stúdió, így fogtam is a Grammy-díjakat, szóval
nagyon komoly emberek közé kerültünk, akik sok mindenki, Ricky Martin, sok mindenki mással dolgoztak együtt. És ott a Tibi is úgy tudott dolgozni. Tehát azért egy rossz énekessel úgy nem lehet. Tehát ott olyan csodákat éltünk meg, ahol bejött a, Tomi tudja a neveket, én nem, a híres, mit tudom én, mandoli művész, bejött és mondtam neki, hogy akkor szeretnénk, ha egy sávra is játszana. A gyereket közben kint az édesanyja szoptatta, tehát egy kis gyerek, a pasi beült, három sávot följátszott, én kifizettem, azt mondja, választátok, amelyiket akarjátok. Azt mondtam, hogy most erre mit szólsz? Hát mind három zseniális volt, melyiket válasszuk. Szóval jó zenészekkel kezdtek el dolgozni, nagyon jó videoklipeket csináltak, de maradjunk a zenénél. Kimentünk, nagyon jól éreztük magunkat, így is, úgy is. Kimentünk egy hatalmas parkolóba, mert tudtuk, hogy az ottani híres zenekarok játszanak. És úgy leültünk, már volt bennünk, tehát úgy leültünk a földre, és úgy vártuk a koncertet. És hogy feljött az első híres zenekar ott, mindjárt kiszúrta, hogy ott van a Fiesta együttes, és mindjárt köszöntötte a magyarországi Fiesta együttes. Tehát nekik még ilyen sanszuk is lett volna. Úgyhogy, mert ez a zene, amit ők játszanak, és ahogy ezt ők játszották, mert zárójelben Kázióval kezdték, az volt a nagy siker, aztán mire odaértek, addigra hibátlan zenészekkel, hibátlan hangszertudással csinálták, kint is lett volna sanszuk. És akkor visszakanyarodok, ha van egy kemény menedzsment, akkor lehet, hogy azért ezt megragadja. Mert a latin zene az világzene. Ma megint egyébként, megint pörög fölfelé. Hát nézd meg, a romániai lányok, akik ott énekelnek, csupa latin zene, 40-60 milliós nézettségük van. És ezt csak magyar zenével nem tud elérni. Ehhez valami olyan nemzetközi zenét kell játszani, mint a latin zene, és erre a Tomiék megint alkalmasak lettek volna. Tehát nincs válaszom, de kérdőjelem van egy csomó. Ez a mi napunk tényleg, a mi napunk vár. Ma gyerekek ezreinek szabad a tánc, velem kiabáld. Ez a mi napunk csak is, a miénk már. Ez a mi napunk tényleg, a mi napunk vár. Igazából az elmúlt 10 évben elsősorban gyermekműsorokkal jártam az országot. Két gyermekcsaládi CD-m jelent meg, amiket egyébként nagyon-nagyon szeretek, és attól függetlenül, hogy most már elsősorban a Fiesta énekesnője vagyok, másodszorban a gyermekműsor továbbra is ott van az életemben, és a gyermekeket semmilyen szinten nem tudom elengedni az életemből, mert nagyon szeretem őket, és nagyon megtalálom velük a hangot. De azért természetesen valahol a lelkem, én mindig nagyon vágytam valami olyanra, ami nőies, ami energikus, ami szexi egy kicsit, ami egy picit egy másik oldalamat mutatja meg, mint az, amikor a gyerekekkel játékos és kreatív vagyok és interaktív. Úgyhogy ez a lehetőség, ez azt gondolom, hogy tulajdonképpen valahol teljesen természetes volt. Egyrészt teljesen úgy érzem, hogy tulajdonképpen hogy nem történt meg ez eddig, másrészt pedig egy felfoghatatlan csoda, és hát talán már tudják páran, hogy ez a csoda, ez igazából Trunkos Andrásnak köszönhető, hiszen, bár semmi sem véletlen, de mégis valahogy olyan véletlennek tűnik, hogy egy teljesen más projekttel kapcsolatban látogattam meg őt az ételkiszállítással foglalkozó cégénél, egy közös projektben gondolkodtunk, és ott volt egy picike szabadidőnk, amíg a harmadik társunk, akivel együtt tárgyaltunk, kiment egyet telefonálni, és addig én megmutattam neki a telefonomon egy dalt, amit énekelek. Egyébként az egy rockabilly volt, hiszen a tavalyi évben én Baby Gabit helyettesítettem a Hungária Tribute-ben, és akkor készítettünk UFO-val, a gitárossal egy dalt. Igazából ezt mutattam meg neki, és ő semmi más nem csinált, nem nyilvánított véleményt, mondott egy valamit, ami nem annyira publikus, inkább most nem mondom el, és rácsapott az asztalra, és ennyit mondott, hogy te kell lesz a Knapiknak. És gyakorlatilag én aznap este már beszéltem, vagy délután telefonon a Tamással, másnap találkoztunk, kettő nap múlva demót kaptam, három nap múlva felénekeltem a demót, utána elmentem a gitármánia táborba egy kicsit a gyerekeimmel, visszajöttem, és felénekeltem a végleges verzióját annak a dalnak, aminek aztán ugye a hangszerelési dolgai még hátra voltak, illetve egy jó darabi kliphelyszíneket keresgéltünk, amiben aztán Molnár Brigi barátnőm nagyon nagy segítségünkre volt, és tulajdonképpen most tartunk itt, hogy utolsó tánc. Pintácsi Vikit ismerem, mert Pintácsi Viki más ügyben bejött hozzám, és én kötöttem össze a Knapik Tomival. Mondom, te, jó étkezés, tehát valami könyvet akart írni. Mondom, ezt hagyjad, te jól énekelsz. Van egy barátom, a Knapik Tomi. Felhívom, felhívod, próbáljatok valamit csinálni.
összejöttek, és egy 3 hét múlva jött mind a két oldalról az e-mail, júj, nagyon köszönjük, ez hú, és ez nagyszerű, és valahogy így kezdődött a Fiesta is. És mivel a Wiki egy ilyen átütő jelenség, mind ránézésre, mind pedig énekben is, én azt hiszem, hogy fognak tudni csinálni valamit. Mert és akkor küldik a dalokat, videoklipeket, megbeszéljük, de olyan mélységig nem szólok bele itt sem, hogy jobban tudják ők ezt. Wikivel való kapcsolatom megint az Andráshoz kötődik. Talán júliusban lehetett, hát sajnos a dátumokkal bajban vagyok, amikor az Andrásnak mondtam, hogy hát András megint baj van az énekessel, énekesnővel. Akkor mondta nekem az András, hogy te, Tomika, hát nemrég volt nálam itt benne a Wiki, nagyon jól néz ki, nagyon jól énekel, szerintem ez működni fog. És akkor összetelefonáltunk a Wikivel, beszélgettünk pár mondatot. Én megmondom őszintén, hogy én is nagyon meglepődtem, hogy a Wiki milyen tehetséges, mennyire sokoldalú, mert igazából nem nagyon hallottam róla. Jó, mondjuk nem nagyon nézek tévét, meg nem hallgatok igazából rádiót, illetve még ő se találta meg, azt gondolom, magának azt a szerzőt, aki tudott volna neki valami olyasmi maradandó dalt írni, amivel bele tudott volna égni a pop történelembe. Én a Fiestát mindig nagyon szerettem, hogyha valaki egy icipicit követte azt, hogy az én életem hogyan alakult, akkor tudhatja azt, hogy én annak idején 19 évesen, 20 évesen a Latin Combo Bandben kezdtem énekelni, mind a mellett, hogy vokalista voltam nagy magyar sztárok mellett, mögött. És nekem azóta is nagyon nagy szerelmem a latin zene, néhány szót tudok is spanyolul egyébként, és 5 éve szalszázom is, tehát ez a latin zene, ez abszolút nem áll távol tőlem, mindig nagyon-nagyon tetszett a Fiesta egyébként, és nagyon igényes zenepárti vagyok, és én azt gondolom, hogy ez az a fajta zene, ami annak ellenére, hogy populáris és széles rétegeket ér el, egyben igényes is, és én ezt mindig ugye hallottam is a zenei fülemmel, és mindig nagyon-nagyon tetszett, egyáltalán nem ismertem személyesen a fiúkat. Megkockáztatom, hogy még ilyen különböző zenei eseményeken vagy díjátadókon sem, soha sem a Tamással, sem a Tibivel nem futottunk egymásba. De érdekes is egyébként ez, mert azért elég sok a szakmai összejövetel, és elég sok év van Tamás is mögöttem is, és épp beszéltük, hogy valami véletlen folytán mi korábban sosem találkoztunk, hát most jött el az idő. Thank you.
nem mondanám, hogy megbeszéltem a gyermekeimmel ezt, mint egy döntést, mert nem is volt kérdés. Tehát ez, én olyan boldog voltam, amikor ez egyáltalán felmerült, én már csak abban akartam bízni, hogy ha mi a Tamással találkozunk, az, azt lehet majd érezni egyből, hogy ebből egy jó dolog lesz. És igazából őket az első perctől bele is vontam ebbe. Tehát azt hiszem, mikor először mentem ki Tamáshoz, akkor Anka és Zolnár is jöttek velem, Viktor is csak azért nem, mert nem ért rá, és rögtön imádták, mert ők addig babáztak, ugye a Tamásnak kicsi gyermeke van, és ők ezt nagyon-nagyon élvezték, mi meg elvonultunk zenélni, úgyhogy megvolt a leosztás. Szerintem nagyon örülnek az én kisfiam, 182 centis, 16 éves basszusgitáros fiam, évek óta nyaggat azzal, hogy anya, jó, tudom, cukik a gyerekek, meg szereted ezt csinálni, meg tényleg nem úgy-úgy zene, mert ahhoz képest, hogy gyerekzene tök trendi, meg jó, meg minden, de azért nem akarsz te valami normálisat énekelni, valami felnőtteknek szólót, amivel mondandód van, és amiben igényesen nagyon jól nagyokat tudsz énekelni. Úgyhogy talán a fiam az, aki ilyen szempontból ennek nagyon-nagyon örült, mert végre egy picit valami olyasmi történt, amit ő is már így várt tőlem az elmúlt évek során. Viki előéletét nem ismerem. Ha van olyan tulajdonságom, amit úgy szeretek, belelátom az emberbe, ha benne van. Tehát amikor bejött egy nagyon csinos nő, egy ilyen átütő, szerény, nem volt nagyképű, aranyos, és látom az auráját így az embereknek. Tehát nem mondom azt, hogy minden tehetséget felismerek, de aki tehetséges, azt azért úgy érzem. Tehát azt abba úgy beleérzek. Hát gondolj bele, amikor nem ide tartozik, de hagyd nagyosködjek egy kicsit, az öreg emberek már csak dicsekszenek. Amikor először bejött hozzám Sorbert Nóri, akkor rendőr egyenruhába jött. És azt mondtam, hogy ebben a pasiban van. És lett is. Lehet szeretni, nem szeretni, lett. Tehát ez benne van. Ugyanígy a dalokban. Akár csak az Omegánál is, amikor úgy érzi az ember, hogy ez jó lesz. És ugyanezt érzem a Vikiben, hogy a Tomival együtt, ott Tomiban még nagyon sok dal van. Nagyon sok dal van. Tehát ő ontja ezeket. Ontja. És ennek él. Tehát egy nagyon nagy dolog, hogy ő tud ennek élni. És ha nincs egy forintja se, és előfordul, manapság már megint, ő akkor is csinálja. És ez az, ami biztos, hogy megint oda viszi, megint lesz valami jó zenekara. Szerintem én a mai napig tudok dalokat írni, sőt hozzáteszem, hogy a régebbi dalaim már annyira nekem már nem is tetszenek, lehet, hogy már meguntam őket, és én még ugyanolyan lelkes vagyok, mint mit tudom én 20 éves koromban. Most is úgy jöttem, hogy a Vikinek hozok most egy demót, amit holnap fog nálam fölénekelni. Kocsiba én is azt énekelgettem, meg még úgy nézegettem, hogy mit kellene a dalba csinálni. Akkor bajba lennék, hogyha mondjuk az AC/DC együttesbe gitároznék, és 30 éven keresztül ugyanazt az egy dalt kellene megírni, össze-vissza csavarni jobbra-balra, akkor már biztos, hogy nem tudnék, de az, hogy mondjuk van mellettem egy nagyon tehetséges, nagyon lelkes ember, ez mindenképpen inspirál. Tehát azt hiszem, hogy akkor könnyebben el lehet fáradni, hogyha az ember ugyanabban a közegben írja ugyanazokat a dalokat, és igazából már mi történik, most lesz még egy arany lemeze, vagy nem tudom. De így meg azért más emberre kell írni a dalt, más bőrébe kell akkor egy kicsit belebújni, mikor dalt írsz neki. Így sokkal érdekesebb a dolog. Én azt gondolom, hogy nagyon nehéz olyan szinten sztárnak lenni, és olyan szinten slágereket gyártani, mint mondjuk 15 évvel ezelőtt. Alapvetően. Tehát teljesen mindegy, hogy milyen stílusról beszélünk, de ennek ellenére, ha valamivel lehet viszonylag nagy sikert csinálni a mai jelenlegi piacon, amennyire ez lehetséges, akkor az szerintem pont a latin zene, a populáris latin zene, ugyanis most egyébként is nagyon divatos a világban is, tehát tényleg nem kell messzire menni, itt van a Despacito, ami tulajdonképpen most idén lett ugye sláger tavasztól, és a Tamás meg ezt csinálja évek óta, vagy évtizedek óta, tehát ha lehet ilyet mondani, akkor tulajdonképpen én azt gondolom, hogy a jelenlegi helyzethez képest nem vagyunk egyáltalán rossz időben, vagy rossz
időpontban, és hiszek abban, hogyha valaki valamit nagyon nagy szenvedéllyel, töretlen hittel csinál, az mindig sikerül. Azért, mert szeretet energia van benne, mert pozitivitás van benne, mert nem a pénzért csináljuk, mert szerelemből csináljuk, mert oda akarjuk adni, át akarjuk adni, meg akarjuk mutatni, és ebben mi a Tamással nagyon-nagyon egyformák vagyunk. És szerintem a lehetősége megvan egy akár a jelenlegi piaci helyzethez képest óriási sikernek, és a visszajelzések is ezt mutatják. Mindenki azt mondja, hogy a kettőnk energiája, ahogyan összeadódik, az is nagyon szimpatikus, ami lejön a színpadról, illetve, hogy jó hatással vagyunk egymásra. Brendával, aki akkora mennyasszonyom volt, mára, hogy úgy mondjam, barátsággá szelidült a viszonyunk, sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy a családja mai napig olyan, mintha az én családom lenne. Amikor bejött a zenekar, akkor én természetesen megbolondultam, hát nagyon sok nő keveredett a környékemre, és habár a Brenda volt is itt, én is voltam nála, hát én ezt akkor úgy, ahogy kell, akkor én azt elrontottam, azt a kapcsolatot. De mondom, teszem hozzá, hogy a mai napig viszont szoktunk beszélni egymással. Bár most, hogy férhez ment, azt hiszem, egy kicsit le van tiltva rólam, de azóta is, hogy már nincs köztünk párkapcsolat. Én azóta többször voltam Puerto Ricóban, és jártam náluk is, és igazából azt kell, hogy mondjam, hogy az ő családjában tapasztaltam meg, hogy mi az, hogy család. Az itt Magyarországon úgy vettem észre, hogy nem divat. Nem szabnék arra időkorlátot, hogy én most nem tudom, adok egy fél évet ennek a dolognak, és akkor hú, bejön vagy nem jön be. Először is nem tudom, hogy mi az, amire azt mondanám, hogy ez most bejött vagy nem jött be, fogalmam sincsen. Én ezt szeretem csinálni. Akkor is, hogyha az lesz az eredménye, hogy 20-30 emberek előtt fogunk akusztikus műsort csinálni kis klubokban, a Tamás gitározik, én énekelek és csörgőt rázok, mert ezt is imádom. És akkor is boldog leszek, hogyha arénás koncertet csinálunk mondjuk 3 év múlva. Nyilván nagyon-nagyon örülnék, hogyha a másik verzió lenne. Egyébként én első perctől mondom a Tamásnak azt, hogy mindenkivel jóba kell lenni, mert nekem a meggyőződésem, hogy lesz még nagy, vagy olyan nagy fiesta koncert, tényleg ilyen több ezres valami sportcsarnokban, ahol mindenki ott lesz, aki valaha a fiesta ügyében egy fűszálat is arrébb tett, úgyhogy én hiszek ebben, és nagyon örülök, hogy ennek egy vélhetően utolsó fejezeteként én is ott leszek majd. Szerintem lesz ilyen. Én hiszek a sikerben, nem szabnék időt, nincs miért, isteni, minden perce, az alkotás része, a rendszeres fellépéseink hétvégente, nagyon-nagyon élvezem, és azért is nagyon-nagyon jó, mert a fotós beosztásom az hétköznapi elfoglaltság, amíg a gyerekek iskolában vannak, leginkább akkor fotózom, maximum így karácsony előtt vasárnaponként szoktunk családi fotózásokat csinálni, a péntek szombatom a fiesztái. Köszönöm, hogy vagy nekem. Tomikám, te egy nagyszerű ember vagy. Én már öreg ember vagyok, hogy csak feleslegesen dicsérjek. Nagyszerű ember vagy, és nagyon tehetséges. Egyetlen egy dolgot nem szabad abba hagyni. Zárójelbe meg veszekedni? Senkivel, már nincs értelme. Annyira már te se vagy fiatal. Hát András, nagyon szépen köszönök mindent. Nélküled valószínűleg nem lennék zenész. Nemhogy évzene szerzője, meg itt se ülnék most. Valószínűleg vinném ki a villanyszámlákat, vagy olvasnám le a gázórákat. Adott esetben nem tudom. Mást el se tudok képzelni. Úgyhogy nagyon jó, hogy így alakult a dolog, mert igazából semmihez nem értek, és ha te nem volnál, akkor ezt meg nem csinálhatnám. Még
már.